Sok futás és erősítés. Ez az, amiből az elmúlt három hétben jócskán kijutott a kisvárdai női kézilabdázóknak. Az élvonal újonca Kovács Péter irányításával készül a bajnokságra. Már a taktikai elemek súlykolása a jövő héttől kap nagyobb szerepet az edzéseken, a KKC már túl van három felkészülési mérkőzésen. A Ferencvárostól Fehérgyarmaton 32-20-as vereséget szenvedett az élvonal újonca, viszont a következő két meccset már sikerélménnyel zárták a kisvárdai hölgyek. Nevű csapattal, akiről azt kell tudni, a csehszlovák bajnokságban a harmadik helyen végeztek. Én szerintem ez komolyabb értékmérő volt, de itt is komoly munkából jöttünk, tehát nem pihentünk rá a meccsekre, mint hogy a Fradi ellen is úgy szálltunk harcba, hogy azon a héten 14 edzésünk volt. Hát fáradt a csapat ebben az időszakban, ez teljesen normális. A tegnapi mérkőzést egy góllal nyertünk meg, ami kicsit bosszantó volt a végén, hiszen 8 perc a végén már 7 góllal vezettünk. A mai meccset viszont sikerült 7 góllal megnyerni, úgyhogy hasonló volt, mint a tegnapi. Jó részek voltak benne, de ez még mindig az ismerkedés jegyében. Tehát a részem, illetve a játékosok is, hogy ki kivel tud a legjobban játszani. Én úgy gondolom, hogy a fogunk kapni a válaszokat, és ezeket értékelve és összerakva kell majd meghatározni az alaptaktikát, illetve az, hogy melyik az a legjobb összeállítás, amivel pályára tudunk lépni. A kisvárdai KC a jövő hétvégén tornát rendez, pénteken és szombaton a Békés Csaba, a szlovákiai Mihalovce és a romániai Zila ellen lépnek pályára Kovács Péter tanítványai. A KKC hazai környezetben kezdi a bajnokságot, a nyitófordulóban szeptember 16-án pénteken a címvédő Győr látogat Kisvárdára.